Emelőkosaras autó segítségével vizsgálta át a fákat a Dunadráva Nemzeti Park természetvédelmi őre Szekszárdon a Szabó Dezső utcában. Itt épülne az orvosi rendelő Európai Uniós pályázatból, amit már 2017-ben megszavazott a képviselőtestület, és három körzet 4700 fős lakosságának a házi orvosi kiszolgálását végeznék. Február 10-én az éjjel Szekszárd tagjaiból álló gazdasági bizottság döntésével kötelezte a polgármestert, hogy írja alá a rendelő kivitelezői szerződését. Mindezek után az ész koncepciót váltott és aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ne ott épüljön a rendelő, mert védett madarak fészkelnek a terület fáin. Egyeztetést hívtunk össze a Dunadráva Nemzeti Park szakembere, a kormányhivatal illetékese, a kivitelező és természetesen az önkormányzatnak a szakemberei. A Dunadráva Nemzeti Park szakembere egy daruskocsi segítségével alapos terepszemlét tartott, egy konkrét ténymegállapítást hajtott végre. Ez lehet majd az alapja a kormányhivatal határozatának, ami kimondja, hogy kezdődhet-e az építkezés vagy sem. A szakember több helyen is átnézte a növények lombozatát, csak egyetlen madárfészket talált. Teljesen jó. A fészek felépítéséből a szakember megállapította, egy megyvágó költhette ki benne fiókáit, ám már elhanyagolt állapotban van, ami azt mutatja, hogy nem használja a madár. A elmondások alapján, illetve a fészek jelleg alapján is azt ki lehet jelenteni, hogy ez egy megyvágónak a fészke. A megyvágó egy védett madarunk egyébként, de mivel üres, most már biztos, hogy lakatlan a fészek. Előtte jó esélye lehetett benne költés, de mivel ugye június közepén vagyunk, most már biztos, hogy ennek a költésének vége van, és fészket le is hoztam a fa tetejéről, mivel most már nem minősül költőhelynek. Az énekes madarak egy évadban egy fészket használnak, majd azt elhagyják, és már nem térnek vissza hozzá, de más madarak sem használnák az elhagyott fészket, így az a jövőben oktatási célokat szolgálhat a Nemzeti Parknál. Az önkormányzatnál most arra várnak, hogy a kormányhivatal határozata megérkezzen. Ha ez megvan, várhatóan a kivitelező nekiláthat a munkának. Eddig 20 milliót költött a város az épület tervezésére és felépítésére. Az elmúlt időszakban nyilvános egyeztetést is szerveztek az éjjel Szekszárd frakció képviselőivel, utána több új helyszín is felmerült az ész részéről ötletként, de a polgármesteri hivatal szerint a méretek miatt ezek egyikén sem megvalósítható a beruházás. A késlekedés a polgármester szerint magában hordozza azt a veszélyt, hogy egyáltalán nem lesz rendelő, a város pedig így elveszti a már elköltött 20 millió felül azt a pénzt is, amit a 80 millió forintos nagyságrendű beruházásra nyert a területfejlesztési operatív programban.